Elkötelezetten halad a rezsicsökkentés útján a kormány, és készülnek a szabályozások, az újabb ötletek pedig a víz és szeméndíj csökkentésére már meg is születtek a hónap elején. Németh Szilárd rezsicsökkentési biztos a vendégem. Jó reggelt kívánok! Kezdj csak, jó reggelt kívánok! Azt mondja az MSZP a rezsicsökkentéssel és annak legújabb hullámával kapcsolatban, hogy megint azok járnak jól, akik az egykulcsos adóval, a gazdagok, és azt is követelik ebből az alkalomból, hogy mondja meg, hogy ön, aki az ő számításaik szerint az egykulcsos adóval havi 300 ezer forintot spórol, mennyit takarít meg a rezsicsökkentéssel? Hát azok beszélnek, akik amikor lehetőségük lett volna a rezsicsökkenteni, akkor folyamatosan emeltek. 2002 és 2010 között a gázárát háromszorosára, 200%-kal, az elektromos áram árát pedig kétszeresére 100%-kal emelték. Tehát szerintem egy kicsit visszább az agarakkal. Én úgy látom, és a piaci folyamatok is vannak, mert a világpiaci árak is például most kedvezőbbek. Hát a tőzsdén egyébként, de ez nem komolyabban befolyásolja a háztartási fogyasztókat. Én azt látom, hogy avval a 10%-os csökkentéssel, ami már megvalósult a gázárak, a távfő és a villamosenergia tekintetében, minden magyar háztartás jól járt. A hozzám beérkező levelek, telefonok, több mint 3000 megkeresésen vagyunk túl. Egy jelentős része ugye a problémákról szólt, de egy jelentős része pedig köszönő levél és biztatás arra, hogy ne álljunk meg ezen az úton. Ezért is döntött úgy a Fidesz-KDNP frakció, hogy további rezsicsökkentésekre lesz szükség. Július 1-től a víz, a csatorna, a szemétszállítás, a szennyvíz szállítás, a palackos gázok és a tartályos gáz csökkentése is meg fog valósulni. És a következő fűtési szezon alatt pedig újabb energiaár csökkentésekről tárgyalunk, illetve dolgozunk. Nem tudom nem észrevenni, hogy elengedte a füle mellett az MSZP idézett megjegyzését, tehát akkor ezek szerint nem cáfolja az ő számukat, hogy ön személyesen havi 300 ezeret nyert az egy kulcsos adóval. Ezt egy Török Zsolt nevű úr. Igen, ő az MSZP szóvivője, és ő tehát nyilatkozta. Én szerintem az, aki magának diplomát hazudik, az, aki felszólítja arra a magyar diákokat, hogy ostromolják meg a kormányhivatalokat, az jobb lenne, ha csöndbe lenne, és akkor már eltűnt volna a közéletből. Egy pillanat, igen, én jól jártam az egy kulcsos adóval, mindenki jól járt az egy kulcsos adóval, aki egy bizonyos összeg fölött keresett, és azok is egyébként, akik kevesebbet kerestek, azok is jól jártak az egy kulcsos adóval, mert a kormány visszapótolta a kieső jövedelmüket az embereknek. Hát már ahol sikerült, mert ugye ez a kompenzáció az azon is múlott, hogy melyik céggel, hogy tudtak együttműködni, és ki mit tud, de ebbe most nem menjünk. De hát pont ön ment bele, tehát én, illetve pont az MSZP ment, mert szerintem nem tud ma olyan embert mutatni, aki kevesebbet keres. Tehát aki nettó van, kevesebbet keres, mint tavaly. Vagy kevesebbet keresett 2011-ben, mint 2010-ben. Az MSZP például azt mondja, az egykulcsos adó egy nagyon fontos, eleme a kormány gazdaságpolitikájának, és ez eddig bejött, és azt gondolom az embereknél több pénz marad, és egy nagyon fontos alapelven nyugszik az egykulcsos adó, aki többet keres, az többet is adózik nominálisan. És szerintem ez nagyon igazságos. Reálértéken egyébként a kiskeresetőek azok akár 10%-kal is kevesebbet vihettek haza idén, mint korábban. Nem igaz, tehát az idén nőtt először, illetve tavaly nőtt először a reálkereset, sőt a reál nyugdíjak is nőttek, és idén újabb reál növekmény várható. A minimálbérek tekintetében, amit meg a kormány megemelt, és a garantáltbér tekintetében pedig komoly reál emelkedés várható. Egyelőre a minimálbérek tekintetében leginkább a járulékok emelkedtek, és nem az, amit és az emberek haza is visznek, hanem amennyivel többe kerül a foglalkoztató. Nem igaz, tehát még egyszer mondom, reál értéken növekedett, és hogyha ebbe belevesszük a rezsicsökkentést, amelynek pedig komoly infláció csökkentő hatása van, akkor ott megtaláljuk a reál érték növekedményét. Ezek szerint ön még nem számolta ki, hogy mennyit spórolt a rezsicsökkentéssel? Nem számoltam ki, a feleségem számolt, és mi egy olyan számlát kaptunk, gázszámlát, amiben ő vezeti egyébként otthon ezeket a számlákat, amiben ki is számolta, hogy nekünk 9,7%-kal lett kevesebb a befizetni valónk, és ott kérdezte is tőlem, hogy na, milyen biztos vagyok én, hogy pont mi nálunk nincs 10%, és akkor rájöttünk arra, hogy egy előző vegyes számlához képest lett 9,7%, és abban a vegyes számlában már a január 1-e, 2-a, 3-ai fogyasztásunk is benne volt, és ahhoz képest akkor, és azt levonjuk, akkor megvan a 10%-os csökkenés. És egyébként ez a 10% az ön esetében összegszerűen mennyi? Hát azt nem tudom megmondani, de ha legközelebb jövök, akkor elhozom a számlámat.
Jó ötlet, amit mond, közzé fogom tenni a számlámat minden hónapban. Hát, nyilván ez az, amit engem az MSZP követel, engem kell ezzel megöröntetni. A gáz meg a villany érint, nincs medencés házam egyébként, teljesen átlagos házban lakom Csepelem. Nyilván az MSZP kérdése arra irányul, hogy ők azt feltételezik. És szívesen látom önöket egyszer a nappalimban egy beszélgetésre, és akkor meg is nézhetik, hogy mi van. Az MSZP nyilván azért tesz fel ilyen kérdéseket, mert azt feltételezik, hogy önnek van egy viszonylag nagy háza Csepelen. Az MSZP-sek pontosan tudják, hogy hol lakom, mert rendszeresen szoktak különböző küldeményeket eljutatni hozzám, vagy az embereikkel, tehát pontosan látják, hogy én hol lakom, és azt is tudják, hogy abban az utcában, ahol én lakom, de nem rólam van szó ebben a rezsicsökkentés történetben, hanem mondjuk az egész utcáról, egész Csepelről. És amikor én Csepelen járok, akkor még senki nem cibálta meg a kabátomat, hogy ez nagyon rossz ötlet volt, hanem mindenki gratulál, és továbbra is azt mondja, hogy igen, mi jól jártunk ezzel a kérdéssel. Itt volt az idő, mert az, hogyha az érezhető, hogy az ország jobban teljesít, hogyha makrogazdaságilag ez látszik, már pedig látszik, hogy jobban teljesít, mint néhány évvel ezelőtt, sőt a környezetén is jobban teljesít, akkor szerintem az emberek joggal mondják azt, hogy ők is ki szeretnék ebből venni a részüket, és ez teremtette meg az alapját az emberek jobb teljesítménye, hogy itt el lehessen indítani a rezsicsökkentést, sőt további rezsicsökkentésekről tudjunk beszélni. Bajnai Gordon sem így látja ezt, ő egész pontosan úgy fogalmaz, hogy a kormány úgy tesz, mintha az emberekért harcolna, a balhét azonban másokkal viteti el. Az egyes ágazatokra, szolgáltatókra, bankokra kivetett adókat nem ő hajtja be, hanem az, aki az extra terhek miatt magasabb szolgáltatási díjat szed. Ez a jó kormány és a gonosz vállalkozók mesebirodalma. Tehát Bajnai Gordon, aki miniszterelnök volt, az a hol áll, a bankok és a szolgáltatók oldalán, nagyon egyszerű. Ez a kormány pedig a fogyasztók és a magyar családok oldalán áll. Bajnai Gordon itt nem oldalt akart választani magának, hanem arra utal, hogy önök trükköznek, mert hogy egyébként az elmű nemrég írt egy levelet, amit ön már korábban... De ebben semmilyen trükk nincs, tessék elhinni. Tehát a számlán ott van a 10%-os csökkenés, és azokon a területeken, tehát a víz, a csatorna, a szemétszállítás és a palackos gáz területén is, illetve a kéményseprés területén is meg fog jelenni a 10%. Erre kaptunk mandátumot. Az egyik szolgáltató az elmű írt egy levelet is az összes fogyasztójának, amiben levezette, hogy milyen hatásai vannak ennek a politikának, és ebben azt írják, hogy az áram árának több mint a háromnegyede adó és egyéb állami vagy más vállalkozókhoz, vállalatokhoz befolyó díjtétel. Nyilván ezzel arra utalnak, és erre utalt Bajnai Gordon is, hogyha a kormány könnyíteni akar az emberek rezsiterhein, akkor elengedhetné ezt adóból, mert az egyenesebb lenne. Így viszont az történik, hogy a vállalati szférában áremelkedést okoz az, hogy a lakosságnak olcsóbb legyen az áram, vagy más közszolgáltatás. Ezt viszont úgy lehet nyilván tovább vezetni, hogy akkor ez majd megmutatkozik mindenféle más termékek és szolgáltatások árában, és végső soron ugyanazok fogják megfizetni, csak bújtatva. Nézd, az elmű saját szemszögéből írta ezt a levelet. Én azt gondolom, hogy egy ilyen fenyegető tartalmú levelet én azokkal, akikkel szolgáltatói viszonyban vagyok, nem írtam volna nekik. Ez az egyik, amit szeretnék leszögezni. Másik, továbbra nem, is azt nem mondom. Nem fenyegette hát ezzel egyébként hát azt mondta, hogyha a 10% az megvalósul, illetve továbbra is töri a kormány a fejét azon, hogy továbbra is segítsen az embereknek, tehát további rezsicsökkentő lépések jöhetnek, akkor el fognak bocsájtani, tönkre fog menni minden, nem lesz lámpa, stb. Szakszervezetek is megfogalmazták ugyanazt. Mindjárt el fogom mondani. Tehát ugye elmondhatom a véleményemet. Tehát, ugye ez egy szolgáltatói szemlélet, egy trössz szemlélet. Tehát őket az a világ járja át, hogy megcsinálják a szolgáltatást jó-rosszul, de mindig megvan a biztosított kis pénz a kasszában. Tehát a nyereségük az megvan. Ezzel szemben a kormány az nem a szolgáltatók oldalán áll, mint Bajnai Gordon volt kormányfő, hanem a lakosok oldalán, és nem egy trössz szemléletben gondolkodik, hanem a közszolgáltatás szemléletében gondolkodik ezen a területen. És a közszolgáltatásnak bizony nem kell hatalmas nyereséget zsebrevágni. Ráadásul úgy, hogy ezt a menedzsment külföldre talicskázza ki, például az elmű esetében. Azt mondja az ennek a pénznek, ami egyébként ebben nyereség van, a magyar emberek, a magyar családoknál kell maradnia. A rezsicsökkentés ezt célozza, ez a célja a rezsicsökkentésnek, és ezt is fogjuk megvalósítani. Tehát ebből egy jottányit nem fogunk engedni. Nyilván én megértem azt, hogy azok, akik a másik oldalon állnak, azok mindent be fognak vetni, hogy ez ne történjen meg, és Bajnai Gordon tolják maga előtt, vagy Barnai Gordon tolja maga előtt a szolgáltatókat, teljesen mindegy, összefonódva ők
nem azt szeretnék, hogy itt rezsicsökkentés legyen. Bajnai Gordonnak egyébként a gazdasági programjában még egyéb butaságok is vannak, illetve egyéb komoly megszorítások, mert ne is nevezzük ezt butaságnak, inkább veszélynek, ami egyébként az ő visszajövetelével gyakorlatilag a magyar háztartásokra leselkedik. Amit az előbb mondott, hogy ne talicskázzanak ki egy fillért se a szolgáltatók az országból, az kétféleképpen elérhető, de ebből az egyik változat az a másikhoz vezet. Ugye az egyik, hogyha egy fillér hasznuk nincsen, és akkor nem tudnak mit kivinni az országból, hiszen itt alapvetően külföldi cégeknek, multinacionális vállalatoknak, privatizált cégekről volt szó, van szó, amikor ezeket annak idején eladták, akkor ez benne volt a pakliban, hogy a profitnak egy részét ki fogják vinni az országból. Az egyetlen megoldás, hogy ne tegyék, az az, hogyha visszaveszik ezektől a cégektől ezeket a közműveket, például úgy, hogy olyan lehetetlen gazdasági helyzetbe hozzák őket, hogy ne legyen profitjuk, és ne érje meg már Magyarországon működtetni a vállalatot. A kormánynak és a Fidesz-KDNP frakciónak egyáltalán nem célja ebben a helyzetben. Egyetlen célja van, amit elmondtam, hogy a magyar családokat helyzetbe hozzuk, azt az óriási rezsiterhet. De az előbb egy másik célról beszélt, arra, hogy ne vigyenek ki profitot. Azt az óriási amit a magyar családok viseltek évtizedeken keresztül, azt valamilyen formában könnyítsük, és ezért is döntöttünk a rezsicsökkentés mellett. Ezt értem, és ez egyébként profit egyébként az energia szolgáltatóknál most is bőven keletkezik. Tehát, hogyha nem keletkezne, akkor már eldobáltak volna a kaszát kapát. Értem, csak az előbb volt egy félmondat, ami arra vonatkozott, 1900... hogy az is egy cél, hogy ne vigyenek ki profitot. Ami nyilván egy elég árulkodó félmondat, mert ezt csak úgy tudják elérni, hogyha rövid, közép vagy hosszú távon elveszik ezektől a cégektől ezeket a közműveket. Különben egy multinacionális cég mindig ki fogja vinni a profitnak egy részét, ez a világon mindenütt erről szól. Erről szól a világgazdaság. Az a baj, hogy a magyar gazdaságban ez kifejezetten erről szól. Én úgy azt látom, hogy azokkal például azokkal a cégekkel, amelyekkel megállapodott a kormány, stratégiai megállapodást kötött, ott egy picit árnyaltabb a kép. Azok nem is ki fognak vinni profitot. Nyilván, de van egy olyan, hogy mondjam, egy ilyen helyzetben, amikor egy gazdasági válság van, és ami Európát kifejezetten érinti, akkor ebben a helyzetben mindenkinek hozzá kell járulni a gazdasági válság negatív hatásainak a csökkentéséhez, hozzá kell járulni ezeknek a cégeknek is. De most erre kérjük ezeket cél, a cégeket. Cél, hogy egy fillér profitot ne vigyenek ki az országból, nem, vagy nem cél? Nem erről beszélek. Tehát arról beszélek, hogy azt az extra profitot, amit eddig megtermeltek, több mint háromszorosát tették eddig zsebre a 95 óta privatizált cégek, mint amit befektettek ebbe a rendszerbe. Na jó, de ebben több az időszakban a Fidesz is volt kormányon, és akkor van, szabályozni is lehetett a ezt a Fidesz is volt kormányon, akkor azt tudtuk elérni, hogy a garantált profitot felére vettük le. Tehát amit ugye 8%-ból lett 4%. Tehát amit a Horn kormány 90-ben megkötött, és minden évre garantált 8%-os profitot. Ön is aláírt volna egy ilyen szerződést szerintem. Semmit nem kell csinálni, hátra kell dőlni, de mindig 8%-os profittal én számolhatok. Azt az első Orbán kormány 4%-ra tudta lecsökkenteni. Most nem a profittal foglalkozunk, hanem most azt mondjuk, hogy nem szerződéseket módosítgatunk, hanem azt mondjuk, hogy azokon a területeken, ahol mi megszabhatjuk az árakat, ez egyébként csak a lakosság, tehát a szabad piacon nem szabjuk meg az árat, a szabad piac a 95%-a az egésznek, tehát ez 5%-ot érint összvisz, a lakosság terheit nem engedjük nőni, sőt, csökkentjük. Nézzenek Bulgáriára. Tehát Bulgáriában megemelték az áramot, elsősorban egy kelet-európai szolgáltató, vagy egy közép-európai szolgáltató jó voltából, és ott teljesen elszálltak az indulatok. Aztán teljesen akkor jogosan, megpróbálta csökkenteni teljesen a rezsit, mégis megbukott. Teljesen jogosan, hát az már késő volt. Én azt gondolom, hogy ilyen helyzetet teremteni, mint amit mondjuk a szomszédos Romániában, ahol emelkedtek az áram, ahol emelkedett az energiaáram, vagy a Szlovéniában, vagy a környezetünkben, Bulgáriában nem teremthetünk, sőt ennek az ellenkezőjét teremtettük. Azt állapítottuk meg az elején, hogy arról beszéltünk, hogy az ország jobban teljesít a múlthoz képest, időben, és jobban teljesít a környezethez képest, a mi európai környezetünkhöz képest térben, akkor azok, akik ezt a jó teljesítést garantálják nekünk, ezek a magyar családok, a magyar munkások, a magyar dolgozók, ezt üzenem a szakszervezeteknek is, azok megérdemlik azt, hogy a háztartási kiadásaik, a rezsijük az csökkenjen. Ez történik. Hogy az ország hogyan teljesít és kihez képest, ez egy nagyon hosszú vita, amire most nincs időnk, mert gyakorlatilag lejárt az időnk, de muszáj visszatérnem még arra az előbbi megjegyzésére, hogy a szolgáltatóknak nem kellett semmit csinálni, csak hátradőlni, és hát nem egy fogalmazó, de kvázi
vágni a szelvényt, mert hogy ugye a pénz az megdől. Hát éppen azért privatizálták annak idején multinacionális cégeknek ezeket a közműveket, mert olyan állapotban voltak, hogy erős tőkeinjekcióra volt szükség, és erre akkor ezeknek volt módjuk, és éppen lehet egyébként ezt vitatni, sok helyen máshol is a világban ezt megteszik, hogy helyese egyáltalán közműszolgáltatásokat privatizálni, de azért volt erre Magyarországon szükség, mert ezek tényleg be kellett, hogy fektessenek itt. Állami tulajdonú, bocsánat, tehát állami tulajdonú cégek nyerték el a közműszolgáltatást, mármint külhoni állami tulajdonú cégek. És hoztak ide tőkét, és fejlesztették az infrastruktúrát. Azt, hogy hoztak ide tőkét, ebben sincs vita, egészen biztos, hogy ez is volt, de például én Csepelen vannak olyan területek, elsősorban Hároson, ahol még nincs közvilágítás. És én ott, ha közvilágítást szeretnék, akkor az a cég, Elmű, amelyik a közvilágítást biztosítja, nem ő fejleszt, tehát nem ő fogja a kandellábereket kifizetni, nem ő fogja a fejlesztést kifizetni, hanem a csepeli önkormányzat fogja kifizetni, majd átadjuk használatba az Elműnek, ő pedig a fogyasztótól, tehát az önkormányzattól rendszer használati díjat fog érte szedni. Ugye azért itt van egy kis probléma. Egyébként ugyanez volt a csatornázással. Nem önkormányzat, létrejöttek csatornatársulások az utcákban Csepelen. Most szerencsére megcsináltuk a teljes csatornázást, de néhány évvel ezelőtt, akik úgy gondolták, hogy az utcájukat fejlesztik, ott 5-6 család összeállt, vagy egy egész utca, befizették a fejlesztési díjakat, létrehoztak egy csoportot, belerakták a földbe a csövet, mindent ők fizettek, majd a csatornázási műveknek átadták használatra, ő pedig rendszerhasználati díjat szed tőlük. Szerintem azért ez így nincs rendjén. Miért még végképp elvesznénk a csatornázásban, mindenképpen meg kell kérdeznem, hogy mi azzal a helyzet, amiről Kósa Lajos beszélt nem is annyira régen, a gyulai kihelyezett frakciülésen és utána egyébként, hogy a vízszolgáltatások területén, ahol más a helyzet, mert itt nagyon-nagyon arányú önkormányzati tulajdon is van, ezeket a cégeket valamilyen módon, illetve a tulajdonos önkormányzatokat kompenzálni kell. Lesz kompenzáció, vagy nem lesz kompenzáció? Nem feltétlenül kompenzációról beszéltünk, ezt sem zárjuk ki a kompenzációt, hiszen a távhő szolgáltatókat ugye 52 milliárddal kompenzálta az állam, tehát ez sincs kizárva, de mi most nagyon nagy lehetőséget látunk a vízi közmű integrációjában. Ugye már ez a törvény megszületett, ezt a törvényt végre kell hajtani. Több száz szolgáltató van, a legkisebbtől a legnagyobbig, és úgy alakulnak a statisztikai számok, ahol szolgáltatást lehet végezni, vagy a feltételek, ami alapján szolgáltatást lehet végezni, hogy Magyarországon 30-33 vízi közmű alakulhat. Egyébként ez teljesen normális, még talán ez is egy kicsit sok, mert a hasonló nagyságú Portugáliában, az területre meg lélekszámra akkora, mint Magyarország, és körülbelül a vízi közmű szolgáltatást is úgy kell végezni, mint nálunk. De mondjuk egy Debrecen nagyságú város vízközmű szolgáltatójának a veszteségéhez nem oldja meg. Nem lesz vesztesége ennek a szolgáltatónak. Hát szerintem a polgármester úr nem arról beszélt, hogy Debrecenben veszteségesen üzemelne a vízi közműszolgáltatás. Egyelőre nem üzemel veszteségesen, sőt 30%-ra. Nekünk főleg az a, tehát ugye azt mondtam, hogy az a célunk, hogy azok a közműszolgáltató cégek, akik ma a szolgáltatói piacon a háztartásoknak is szolgáltatnak, azok működőképesek maradjanak, a munkahelyek megmaradjanak, ez egy nagyon fontos érték és egy nagyon fontos cél, és főleg azok, amelyek már közösségi tulajdonban vannak, például önkormányzati tulajdonban vannak, ezekre külön figyelünk, külön egyeztetni fogunk a polgármesterekkel, a cégek vezetőivel, tulajdonosaival, a szakmai szervezetekkel, és természetesen, ahogy ön is említette, a szakszervezetekkel is. Ez nyilván egy nagyon bonyolult folyamat lesz valóban, sok száz kis közműszolgáltatónak az összevonása, de az azért kiviláglik a szavaiból, hogy ezek szerint kompenzáció nem lesz, más megoldást keresnek. Nem, minden megoldást keresünk, nem tudom azt megerősíteni, hogy nem lesz vagy lesz. A kompenzáció is szóba kerül természetesen a bizottság ülésen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget.